A Prunus laureocerasus novita, tehát a novita babérmegynek egy nagyon szép állományát tartom itt most, és hát ugye azt lehet látni, hogy mellettem a mérőszallagot, és ha picit közelebb jönnek, akkor azt látják, hogy hát igen, ez bőven megvan 40 cm-es, helyenként az 50 cm-t is eléri. Ugye ezeket klasszikusan én 30-40 cm közötti méretben árulom, ugye a kertészet az nem egy standard tudomány, tehát azok a növények, amikre kiírom mondjuk tavasszal, hogy 30-40 cm-esek, és azokból bizonyos példányokat valaki egy kertbarát esetleg csak nyáron vagy ősszel vesz meg, akkor ugye azok már könnyen 40 vagy 50 cm-esek is tudnak lenni. No, hát ugye ez a novita babérmegy, ez egy fantasztikus, sűrű, átláthatatlan, áthatóhatatlan, gyönyörű, szép, lomlevelű, örökzöld sövény telepítésére alkalmas, ami azt jelenti, hogy hát javaslatom szerint olyan 60-80 cm-enként érdemes egy tövet előtetni. Itt most 18 darabot készítettem össze egy vásárlónak, amelyeket természetesen nem postai úton fogok kivinni hozzá, hanem így ebben a kertészeti szaporító ládában. Tehát ez már nem lesz becsomagolva, hanem ez így van már becsomagolva, így van már összekészítve, és 8 darab van egy ládában, mert ugye hiszem és vallom, hogy nem lehet a növényeket becsomagolni és föladni postán. Kérem szépen, mondja meg nekem valaki, hogy egy ilyen babérmegyet mégis hogyan csomagolna be és adna fel postán. Éppen ezért ezeket én így a kertészetemnek a teherautójával szállítom ki, akár az önök kertkapujáig, lakjanak bárhol az országban. És hát nézzük meg ezeket a novita babérmegyeket, bármiket kiveszük, ugye látszik, hogy ezek gyönyörű, szép, egészséges, fantasztikus, vitális növények, amelyek már csak arra várnak, hogy az ön kertjébe elültessük őket. Hogyha picit így meglazítom, kicsit így megnyomkodom ezt a kontert, akkor látszik, hogy gyönyörűen a begyökeresített anyag az így néz ki, és már csak arra vár, hogy ön is megrendelje és kiültesse a kertjébe.